Sziasztok, itt Amur alias Laudrup, és a Fogadjunk Laua sorozat immár 37. része. Ebben az epizódban két dologgal is fogunk foglalkozni. Egyrészt természetesen ránézek a mai meccsekre. Megnézzük, hogy gól szempontjából mire érdemes fogadni ma. Valamint egy új fogadási stratégiát is megismertetek veletek. Illetve hát újnak nem új, elég régen követik egyes profi fogadók, nem új keletű dolog. Én viszont még talán a online fogadási karrieremnek a legelején foglalkoztam vele, hogy miért hagytam abba, már nem igazán emlékszem, de most eszembe jutott a napokban, és úgy gondoltam, hogy ismertetem veletek. Én jelen pillanatban nem akarok erre rátérni, erre az úgynevezett norvég stratégiára, de mindenképp megismertetem veletek, mert úgy érzem, hogy egy jó stratégia, és aki nem csak gólokra, hanem kimenetelekre is szeret fogadni, annak egy jó alternatíva lehet. Tehát mindenképp érdemes megismerni. Én nem akarok eltérni a saját stratégiámtól. Én csak gólokra fogadok továbbra is lehetőség szerint, de mondom, veletek mindenképp megismertetem, mert jónak tartom. De először nézzünk rá a mai meccskínálatra. Nem olyan húzós, nem is tudom, miket hagytam ki, tényleg csak a kevésbé követhetőeket, vagy kevésbé overeseket. Azt nézem, hogy nincs benne olyan esetleg, mert legutóbb például a portugál bajnokság valamilyen nem volt bepupálva, és csak néztem, hogy miért csak a portugál kettő van. Valamiért azt kivette, de hogy, rejté. Az Arab Emirátusok bajnokságát szeretjük. Tegnap ugyan a katariak hoztak pénzt, de ma miért ne hozhatnának az Emirátusok csapatai. Shabab Dubai-Dubaján Fujairah megnézzük. Sharjah Al-Ain mindenképp megnézzük, az Al-Ain miatt. Wafda Abu Dhabi, Yasir Abu Dhabi. Hát így előzetesen a tabella és a gólarányok alapján mindegyik jó. Ezt ugye nem kell újra elmondanom, hogy mi alapján választok, biztos, aki már régebben követi a videóimat, tudja nagyon jól. Tehát jónak kellene a gólaránynak, az azt jelenti, hogy azért csak elmondom nagyjából, nagyban alakban. Jónak kell lenni mind a két csapat gólaránynak olyan szempontból, hogy legalább annyi gólt rúgjanak, sőt szeretem a többet, mint ahány forduló volt már. Tehát a meccsenkénti egy rúgott gól átlag az nálam alapkövetelmény. Az, hogy mennyiket kaptak, hát minél többet annál jobb, de az alapján mondjuk nem szórom ki őket, ha nagyon keveset. De látszik a gólarányon, hogyha nagyjából egy szinten van, tehát nincs ilyen 10-20 eltérés mondjuk egy 30 rúgott gólnál a kapufolthoz képest, akkor az jó már. De igazából ami döntő, az a hazai csapat hazai, vendégcsapat vendégmeccseinek az óveressége, és csak bajnokikat nézek, tehát nem nézek ligakupát, nemzeti kupát, barátságos meccset, semmit, mert az nem mérvadó, ott állhat ki más csapat, ott játszhatnak másféle taktikát, a bajnokik számítanak. Itt az utolsó 6 bajnokiba belecsúszik egy ligakupa is, úgyhogy nézzünk egyel tovább. Ezt mondja 1 over, 2 over, 3, 4, 5 over. Az teljesen egyetlen gyunderi volt, és az utolsó előtti hazai meccsön. Tehát még a szakadás szempontjából is jó. Itt két ligakupa is bekeveredett. Úgyhogy nézzünk kettőbe tovább, az így pont jó. 1, 2, 3, 4, 5 itt is. 5, 5. A Wahda Abu Dhabi és a Yasir Abu Dhabi. Na most úgy csináljuk, hogy bevezetem a kis táblázatba, amiben szoktam. Lássátok, hogy hogy vezetem ezt a táblázatot, mert volt ilyen kérdés is, hogy mi hogy jön ki benne. Mostanában lusta vagyok bejönni az eredményeket, csak annyit jelölök, hogy jó-e volt, bejött-e. Már rég 2016 van, jó, hogy 2015-öt írok folyamatosan. Meg kell szokni. Mindegy, ezt majd átjavítgatom, csak legyen az utolsó, hogy már legyen jó. Oké. Tehát fogom, egyébként ez a legegyszerűbb módszer, annyi, hogy ezt most szeretném, ha megmaradna. A liga képernyőiről másoljuk ki, melyik is volt a Wahda Abu Dhabi, igen. Amit utolja, hát most ezt fogjuk először, itt nem időrendben van, nem mindegy. Ide bemásolom Ctrl-C, Ctrl-V-vel, és így kattintható lesz egyébként a csapatnak a linkje is, ami nem egy utolsó szempont.
a BTTSH, BTTSV, ez a Board Team to Score-nak a rövidítése, angol rövidítése. Mindkét csapat gólt szerez magyarul, ezt beszéltük, hogy ez egy nagyon fontos faktor lett a kiválasztási rendszeremben. Annak ellenére, hogy az indexben nem számoltatom bele, de figyelem. Tehát ott, ahol itt nagyon rosszak az eredmények, általában ritka, mondjuk ez a 6, ez gyanús volt már itt a Bilbao Eibarnak, ennek ellenére talán 5-2 lett a meccs, tehát egy kifejezetten gólzáporos meccs volt. De mondjuk többet vár sokszor az ember attól, ahol tényleg mindkét csapat adok-kapok kategória, és ez a mindkét csapat gólt szerez arány, ez nagyon jól mutatja az, hogy mennyire ilyen a csapat, persze. A kivételek mindig lesznek. Sajnos. Oké, tehát ott tartottunk, hogy itt azt mondtam, hogy 5 és 5, azt ideírom be, a hazai és a vendég csapat is 5-5. Over produkál az utolsó 6 hazai és vendég meccséből, a gorány mindkét csapattán rendben volt, tehát az 2 pont, tabella különbség meg volt a 3, az 1 pont. És akkor így meg is van, ez egy 13-os indexű, ez az átlagnál picivel jobb, mert az átlag, ami nálam még átmegy, az hogy is jön ki, 4 és 4, az 8 meg 3, az 11 pont, az a minimum. Tehát az alatt, hogyha már van, akkor azt csak megérzésből rakom be. Ilyen volt mondjuk a Bilbao Eibar, és ennek ellenére, hogy 10-es volt az indexük, jött. A 13-os az már jónak számít, de a BTTS, mondom, ezt megnézem, hát csak azért is, hogy hova soroljam a csapatokat. 1, 2, 3, és még ha ez is benne van, akkor 4 volt. Ahol olyan meccs, ahol mindkét csapat gólt szerez. A másiknál pedig 1, 2, 3, azt mondja, ez kupa meccs, 4 ott is. Ez egy átlagos, tehát a 8, az 12-ből az 2/3, az teljesen jó, csak rossz sorba írtam. No problem. Tehát így vezetem ezt a táblázatot. Itt tényleg az a lényeg, hazai vendégcsapat legyen meg, és ezeket a számokat lássátok. Ez egyfajta statisztikai lehetőség, utána látjátok, hogy mennyi volt sikeres, mennyi volt vesztes. Itt egy ideig írogattam is, mostanában már elég sok volt a kiválasztott meccs. Látom, hogy hogy működik, már nem statisztikázom ezt a részét, de itt látszik, hogy 2,5-re 75%-ban működött a kiválasztási rendszer, tehát kiválasztott, ez így módon kiválasztott meccsek 75%-ban volt legalább 3 vagy több gól, és 90%-án volt 2 vagy több gól. Az kifejezetten jó, az nagyon tetszik. És ennél soha ne is legyen rosszabb. Azért csiszolgattunk, javítgatunk a kiválasztási rendszeren, minél jobb legyen ez. De over szempontjából, ha 75%-ban eltaláljuk az overeket, az teljesen jó, hiszen 2,5 overrel egy közepesen overes bajnokságban meccselőt azért 1,50-1,60-as occot el lehet csípni. Tehát ott a 75%-os pontosság az első osztályú. Oké. Ez akkor jó volt. Nézzük a másik emirátusok meccset, ez pedig volt a Dubai Al Fujairah, Shabab Dubai. Itt is van benne sajnos két ligakupa is, amit nem nézünk. Azt leszámítva 1, 2, 3, 4 van a Dubai Al Fujairah oldaláról. A Shabab oldalról itt is van két ligakupa, mindenki ligakupázik mostanában. De itt viszont csak 1-2 over. Ez nekünk gyenge. Ezt kiszorjuk. Van a Sharjah Al Ain. Hazai vendégre. Itt egy ligakupa van, annyival nézünk tovább. Ez under volt, 1, 2, 3, 4, 5. Teljesen jó a Sharjah oldaláról. Az állányt pedig biztos, hogy nem kell félteni idegenben. Ki se kaptak konkrétan. 1, 2, 3, 4, de ez ligakupa, akkor csak 3. Ott a negyedik. Jó. 4 volt a másik oldat is, vagy 5? Hú, elfelejtettem. 1, 2, 3, 4, 5 az. 5 és 4. Akkor kell a Sharjah meccs is nekünk. Jelöljük, és Ctrl-C, Ctrl-V. Így, 5 illetve 4. Nem gondoltam volna, hogy a Sharjah lesz az. Rosszul illesztettük be. És van a visszavonásunk.
nem helyes írás ellenzésból nem látom a sort, itt van. Ezt von már vissza nekem, haver srác. Jó, azt már nem kellett volna. Tehát ide illesztjük. Nem rosszul jelöltük, akkor ki bénázunk itt. Mi a baj ennek? Ennyi. Ja, igen. Rossz helyre illesztettük be. Csak mi voltunk a hibásak. Ennyi. Gólarány megvolt, tabela különbség megvolt, és nézzük. A mindkét csapat gólt szerez. 1-2 alkalom, 3 alkalom. Az határeset. Nézzük a másikat. Azt mondja 1-2-3-4 alkalommal is. Szó-szó. Mondjuk rá, hogy jó lesz. Az bíztató, hogy az erősebb, esélyesebb csapat, aki ráadásul idegenben van, rendszeresen kap gólt idegenben. Az nagyon jó. Tehát a 6-ból 4-szer kaptak is gólt. Az nekünk jó, mert valószínűleg most is fognak, és ezzel már is egyel emelik a gólok számát, hiszen az Alain, ha nyerni akar, akkor neki legalább 2-t rúgni kell, ha kapnak is egyet. Úgyhogy az over az ilyen szempontból végig logikázva már jó lehet. Oké. Emirátusok meccs. Meccsei letudva. Menjünk tovább. Szaudiakat én azért nem nézem meg, mondom, én megtűröm őket, hogy úgy mondjam. Mostanában nem szívesen fogadok rájuk. Nézzük inkább a hollandokat. Egyetlen egy első osztályú meccs van. Mindkét csapatot szerettem a UR tekintetében követni. Ráadásul a Heracles 0-0-át játszott legutóbb az Ajax-szal. Buktam is rajtuk pénzt, úgyhogy tartoznak nekem. A Villemte viszont legutóbb hozott nekem pénzt. Nézzük, hogy együtt mit hoznak ki majd. Szerintem jó lesz. Hoppá, a tabelára blásra néztem, ugye igazán, de nem kell őket félteni, egyiket se. 29-26 és 26-30-20 meccsen teljesen jó a gólarány, a tabela különbség megvan. Én csodálkozom a Heraklészen, hogy 5. helyen van. Csipem őket, mert nagyon jó kis támadó felfogású csapat, és ennek ellenére képesek voltak az Ajax-szal 0-0-át játszani, de ott nagyban hibás volt ebben a 0-0-ában az Ajax is. Mostanában sorra játssza az unneres meccseket, úgyhogy nálunk ki is esett az Ajax a kis kosárból. Na nézzük. Azt mondja, hogy 1-2-3-4-5 meccs a Villemte oldaláról. Heracles alkalmas belerondított egy 0-0-val, de az csak jó, mert megszakadt az overes sorozat, nézzétek előtt. 1-2-3, az bari meccs, az nem számít. 3 sajnos, de 5 és 3, ez így teljesen jó. Az megvan a 8 meccs a 12-ből overre. 5 és 3. Őket is beválogattuk a mai Dream Team overre, a minimumot hozták. Nézzük a PTTS faktot, ami szerintem kiváló lesz, bizony. 1, 2, 3, 4. Az 5. meccsen nem. Azt mondja, hogy az volt a 6., mindegy. Itt azt mondja 1, 2, 3, és még egyet nézzünk. Ott sajnos nem. Határeset, mint az előzőnél, Sári Alainnál. Itt is a Heraklész egyébként az esélyes, de a Villemte csapatára jellemzőbb az adok kapok ezek szerint. Legalábbis az utolsó 6 haza, illetve vendég meccset nézve. Nézzük a Holland 2-t. Ott se lesz szerintem gond, ha UL-t akarunk találni, pláne a Sparta Rotterdam idegenben játszik a Den Bosch ellen, ez teljesen jó párosítás. Emmental Star szintén benne van az over, Osz Dolatrekt, én azt kihagyom, bár a gólarányok jók, de a tabela különbség kevés, szoros meccs lehet, és nem biztos, hogy nagyon harcolniuk kell. Fortuna itt megint kihagyjuk, lehet gólzápor is, de egyik csapat se arról híres, hogy agyba főbe rúgdossa a gólokat. Az Almere még hagyjuk, ők kellemes csalódást szoktak tudni okozni, kis csapat ellenére, és annak ellenére, hogy tök utolsók. De a Fortuna az mostanában nem. Maastricht Eindhoven, ezt megnézzük, mindenképp jónak tűnik. Breda Helmond, szintén, hú de jó. És Venlo Volendam, na. Kezdjük a Sparta Rotterdam meccsel, legutóbb 5-2-t játszott a Den Bosch-sal. Jó előjel, de nem számít nekünk a kiválasztási rendszerben a közös meccs. Azt mondja, itt volt szintén egy 0-0, amit nem baj, sőt 2 is, azon kívül viszont volt 3 over.
nézzük, hogy a Sparta Rotterdam mit produkált. Nekik volt két bari meccs, ami nem játszik, azt leszállítva. Még mindig egyel tovább kell menni, itt lesz a hatodik bajnoki. És abból egy, kettő, három, négy over, három és négy, bármennyire szeretnék erre a meccsre fogadni, nem megy át a kiválasztási rendszerünkön, kiszorjuk, kész, kegyetlenül. Jön a következő hollandus csapat, itt azt mondja, egy, kettő, itt négy megvan, az már jó, eddig oldalról egy, kettő, három, négy, öt, négy és öt, Emmental Star teljesen jó, négy és öt. Golarány megvolt, mindkét csapatnál tappal a különbség, és nézzük a BTTS faktort, közepesnek kicsit jobb egyébként a meccs alappontszáma. Ezt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 az egyik oldalról, 1, 2, 3, 4, 5. Ez tetszik. Ez kiemelten jó eddig ez a meccs. A Vata Abu Dhabi, Yazir Abu Dhabi elméletileg jobb. Mégis ezt érzem eddig. Az eddig kiválasztottak közül az egyik legjobban, úgyhogy meg is jelölöm magamnak. Ez egy kifejezetten jó kis meccs lesz. Itt az AZ-t nagyon éreztem akkor, ha jól emlékszem, az 4-2 lett. Úgyhogy érdemes ezeket a kiemeléseket használni. Ne úgy után, de még 20 meccset megnézel, és utána elfelejtetted, hogy melyikre is gondoltad menet közben, hogy nagyon erős. Használjátok. Emeljétek ki rögtön, ha van valami megérzésetek. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, és volt egy bari. Tehát 5 a Maestrik oldalról. Idegenbeli oldalról 1, 2, 3, 4 már megvan, és még egyel tovább nézhetünk, megvan itt is az 5. 5, 5, Maestrik Eindhoven. Tetszik, eddig nagyon tetszik. Hát, ugyebár, ezt igazából ki se kellene tölteni a tabella, illetve a gólarány részt, mert ha nincs meg, akkor ide be se kerül, mindegyet majd kiszürkítem, csak hogy ne felejtsem el megnézni, mert ez egy nagyon fontos, de hát ez első kiválasztási lépcső a bajnokság óveressége után, amivel egyéb egyszer végez az ember, ezt viszont minden meccs előtt. Nézzük a BTTS faktort, azt mondja itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, minden 6 meccsén volt adok-kapok, vagy gól-gól, ahogy a magyar tipmixen nevezgetik. Olyan kérés is volt, hogy nézzem már néha a tipmix kínálatot is meg, és onnan adjak tippeket, mert nagyon sokan, aki néztek, nem feltétlen online fogad, vagy ha online is fogad, akkor mondjuk Tipmix Pro-n. Lehet, hogy majd kerítünk erre is volt, hogy egy nap megnézzünk mondjuk egy Tipmix kínálatot. Úgyse tipmixeltem szerintem körülbelül 20 éve, és lehet keveset is mondok. 1900, hát de azért ne hazudjunk, 1999-ben nyitottam az első online számlámat a Sporting Bet-nél. Az 17 évvel ezelőtt volt. Tehát nincs még 20 éve, ne nagy zoljunk. Oké. Okay. A vendégeknél nem néztük meg a BTTS-t. 1, 2, 3, 4, 5. 6 és 5. Ez is tetszik. Nem kicsit tetszik. Megjelöljük, mint vágó pityunál. Oké. Okay. Még mindig van holland is. Itt pedig 1, 2, 3, 4 a Bred oldalról, 1, 2, 3, 4, 5 a Helmond oldalról. Hú, de jó meccsek lesznek ma. Végre! Ezt szeretem, ha van miből választani. Ezt nagyon szeretjük. De az agyam ne lenne ilyen rövid. Kortyolnom egy energiaitalt. Sorry. És közben elfelejtettem, hogy mennyi volt. 4 és 5. Jó, eszembe jutott. Oké, a BTTS megnézzük itt is, mert fontos. 1, 2, csak 2 a Breda oldalról. Sokszor nem kap. Egész jól működik a védelme a Bredának. Egész jól. Helmond. 1, 2, 3, minden alkalommal kapnak gólt. Most is fognak. Ezt tudni.
Ez is tetszik egyébként, de hát mindegyiket ne lejöjjük már meg. Azért az előző kettő talán egy kicsit jobb, pláne a BTT-s faktort is beleszámítva. Az előző kettő magasabban jobb abból a szempontból. Oké, és még mindig van egy holland kettes meccsünk, ez pedig a Volendam, Venlo Volendam, bocsánat, fordítva. Itt 1, 2, 3, 4, 5 over, 1, az nem az bari, 1, mi van? Na hát, valamit ki is kell szórni, ez az a meccs, amit kiszórunk. Nézzünk rá Belgiumra, Sint-Truiden, Anderlecht. Teljesen jó ez a része, ha már esetleg meg kelljen visszajönni erre az oldalra, itt már rögtön helyezzük a vágólapra. Nem akarok számítástechnika leckét is adni, nem vagyok én ahhoz elég penge. Túl számbiarágós vagyok. 1, 2, 3, az kevés. És nem erőlteti meg magát idegenbe az Anderlecht sem. Ezt kiszorom. Nézzük meg a belga ketteseket, azok teljesen jól jöttek legutóbb is. Szerszel Brüss, Patro Eisden. Éppen, hogy a Patro Eisden oldaláról. Lommel Tubizé, az viszont teljesen jó. Akkor, ha úgyis ilyen sok meccsünk van, akkor ami éppen, hogy jó, azt ne is nézzük meg. Lommel Tubizé. Izé. Na nézzük izékek. 1, 2, 3. Kevés. 1, 2, itt is max. 3 lehet akkor. Hát belga kettesre ma nem fogadunk. Nézzünk rá a franciákkal, mert csak egy meccs van, akkor miért ne. Ráadásul már egy szeretem over szempontjából. 32-23-as gólarány. Nagyon mesés. Viszont a Lille-nek ez kevés. Kíváncsi, megnézzük, de hogy láss, csak azért, hogy lássátok, hogy mennyire fontos ez a gólarány dolog. Viszont ha ott nem fog stimmelni, akkor higgyétek el, itt se fognak stimmelni a számok. Tehát már nem is érdemes ilyenkor tovább nézni, de mutatok egy példát. Hiába az Olympique Marseille oldaláról jó volt a gólarány, de mivel a Lille oldaláról nem, ez szinte biztosra lehet, hogy nem fog átmenni a szűrőn. Nézzétek, Olympique Marseille már ő is elrontja eléggé a helyzetet. Itt két overre volt az első négyből, és utána is marad is ez a kettő. Tehát mikor az Olympique Marseille, aminek rendben volt a gólarány, ők is otthon kettő óvár tudtak produkálni, ez nekem is csalódás, akkor ehhez képest a Lille mit tud? 2, 3, 4, hopp, egyetlen egy óvár. Tehát azért mondom, ha nem stimmel a gólarány, akkor már ne is nézzük tovább, felesleges időpocsékolás. Mert úgy se fog átmenni a szűrőn, és amúgy is, mivel egy szűrési feltétel már ott kiesett, ugye. De az over szempontjából se fog átmenni, 99%-ra ez a tapasztalatom. Nézzük a Mainz-Mönchengladbachot. Gladbachot szeretem, tudnak nagyon-nagyon overes meccseket játszani. 35-33 gól, atya úristen, ha 33 gólt kapni, és úgy állni a negyedik helyen, hát ez nem semmi. Tehát látszik, hogy a védősoruk az hihetetlen gyenge, viszont a támadósoruk mesés. Nagyon ott vannak. Hát, hogy a Hertha a harmadik helye, hogy mekkora meglepetés, nagyon-nagyon kellemes meglepetés, amit művelnek. Nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Így folytatják, nemzetközi kupa szereplők lesznek, sőt, elviszi a Herthát a BL-be hazánk fia. Az valami hihetetlen nagy szó. Akkor mi lesz a következő alamás? Átbeszélt se azért? Jóan vicceltem. Csak vicceltem. Nézzük meg a vicc helyet inkább a Mainz Gladbachot. Drukkolok azért neki. Drukkolok a Hertának. Szimpatikus a foci, amit művelnek, most már támadnak is. Oké, okay, azt mondja 1, 2, 3, 4, 5. Hát rátok is rátok férne egy kis dárdai pali, úgy látom. 1, 2, over, Gladbach oldalára, juhjuhjuhj. Igazuk, ezek felkészülési meccsek, de nem fogták vissza magukat. 5, 2-re kikapni a bombtól, vagy lehetett.
A fel is tűnül. 1, 2, BL meccsen 4, 2 hagyjuk. 3 bajnoki volt, és mind a 3 over lett. Itt a negyedik is az Eintracht Frankfurttal, és az ötödik is. De mivel a Mainz oldaláról sikerült összehozni 1, 2 overt, eztán megérzés alapján esetleg bekerülhet, de a Mainztól egy kicsit tartok. Defenzíven állnak majd a meccshez, ha Gladbach megy hozzájuk. Nem szeretem már az ilyen rájátszási szakaszokat sehol. Kiegyenlítettebb szokott lenni, úgyhogy a Velszieget kihagyom. Ezt a skót harmadosztályt megnézzük már csak azért is, mert este kevesebb, mert fogadható meccs lesz. Tehát valószínűleg berakja a élőbe, mondjuk a Bet365. Nem tudom, a Tipmix Pro mit művel egy skót harmadosztályi meccsel, szerint ez soha nem volt mindig náluk olyan, de nem rossz indulatból mondom. De lehet, hogy most lesz. Oké. 1, 2, hát ez hihetetlen gyengus. 3, amit összehoztak. Aha. Ha ez 5 lesz, akkor jó. 1, 2, 3, 4, ez 6. Dunfermline, úgy emlékszem, az esélyes, nem az Adrianons. De nem rossz. Nem rossz. Viszont a megérzésem nem jó a meccsel kapcsolatban. Berakom nektek, és megnézzük az indexet. Mert számok alapján nem lesz rossz a meccs. De nem jó megérzésem, ez van. Ez az igazság. BT és teljes faktor azt mondja, hogy 1, 2, 2. Ez megint rant a helyzeten. 1, 2, 3, 4. Ebből a szempontból sem jó meccs. Nem tetszik. Szerintem ezzel zárjuk is a válogatás részét. Kupa meccs, nem tudom. De Derby County-t szeretem. Igazából mindig is szerettem. Tehát van egy kis kötődés is csapathoz, mikor még annak idején Vancsop, a kosztarikai csatár volt az első számú csatáruk, és a Premier League-ben játszott a Derby County. Nem most volt. Ez ilyen olyan időkben, amikor még mondjuk Owen a Liverpoolban volt. Ha jól lövöm be az időszakot, de tényleg már nekem is nagyon régen volt az időszak, de akkor csíptem, amit játszottak. A United-et a Van Gaal időszak elején csíptem, most már egyre kevésbé tetszik, amit művel Van Gaal. És már nem is olyan óveres a Manchester. Azért nézzünk rá, tehát a gólaránya biztos, hogy egyik csapatnál sincs gond. Tabella különbség ugyebár megvan, hiszen még jelenleg külön osztályba játszanak. A Derby County otthon 1, 2, 3 over tudott összehozni, míg a Manchester United idegenben 1, 2, hát a BL-el együtt 3-at, maximum 3 lehet ott is. Én nem fogadnék erre a meccsre, de egyébként mind a két csapatban benne van az, hogy kijön belőlük az állat, de mostanában egyre ritkábban. Hagyjuk. Portugál egyest, én ezt most nem érzem. Amúgy is elhúztam az időt, 28 perce dumálok. De hát végül is egy pénteki napról van szó, találtunk is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meccset, úgyhogy én örülök neki, hát ez nem volt hiába való szájkoptatás ez a fél óra. És ugyebár ígérte a norvég stratégiát. A norvég stratégiát. Miről is szól a norvég stratégia? Azon alapul, hogy követni kell a minden bajnokságban, vagy legalábbis a kiszemelt bajnokságokban, javaslom az óveres bajnokságokat, mondjuk 2, maximum 3 top csapatot, akik tényleg kiemelkednek a mezőnyből. Mondjuk példát mondjak, Hollandiából mondjuk egy Ajax, egy PSV, ők azért kiemelkednek. Követni kell őket. Amikor kikapnak, a következő hazai meccsükön nyeretni kell őket. Ez a norvég taktika. Nagyon sokáig követtem a top bajnokságok top csapatait, és
Nekem azért hozott rosszul, és azért vannak rossz emlékeim ezzel a taktikával, mert én tétemelésért csináltam még tényleg a sportingbetes időszakommal egyébként, tehát ilyen 99, 17 éve, akkor még nem nőttem ki a tétemelésből, azóta tudjátok, nagyon jól, ha nézitek a videómat, hogy tétemelés semmilyen formában. Nos, én úgy csináltam. De nincs rá szükség, hiszen eleve több szállat is tudunk futtatni, és akkor meg pláne, ha több szállat futva az, mert elkezd tétet emelkedni, mert mit tudom én, a Chelsea kikapott, utána otthon játszott, megint kikapott. Hú, na szóval igen, az gáz. És ennek ugyebár a norvég stratégiának van egy negatív változata is, ami szintén jól fizethet, amikor folyamatosan nyer egy top csapat. Húztok majd egy határt, mondjuk zsinórban nyert 4 meccset, és utána idegenben játszik, akkor egy kis csapatot húzzátok be, akár 1x-be is, 2 esélybe. Ez is egy jó taktika lett. Nézzünk rá, mondjuk, hogy ez hogy van. Nézzük meg mondjuk tényleg a hollandoknál mondjuk az Ajaxot. A PSV teljesen mindegy. Itt mondjuk kikaptak. De ez egy bari meccs volt. Na azt nézzük. Nézzünk egy show volt. Hú, de kevésszer kaptak ki. Ez megint nem otthon volt. Ez megint... Atya úristen, az Eindhoven ilyen régen kapott ki bajnoki meccs. És nézzétek, kiverte meg őket a Heracles. Csipem azt a csapatot. Oké, tehát itt idegenben kikapott az Eindhoven. A következő meccsén, ha fogadtuk otthon, akkor az alap norvég stratégia szerint jól kerestünk. Ez egy dolog, hogy mennyire jól, tehát milyen otca volt. Tehát azt mondom, itt az alap norvég taktikával nagyon magas otcokat azért nem tudunk elcsípni. Tehát biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy kikapott az Eindhoven, és elég tudni volt, hogy otthon utána nyer, ilyen 1.31 és osztnál többet nem csíptünk el. De igazából ne is ezt az oldalát nézzétek, hanem azt, hogy a top csapatok nagyon ritkán kapnak ki kétszer egymás után, pláne, hogyha az otthoni közönség előtt játszanak. Tehát itt a lélektani részét is nézni kell. Tehát akik talált ezt a nagy stratégiát, az jártas volt a futballban. Hiszen tudta nagyon jól, ha egy top csapat kikap, és utána otthon játszik, akkor ott nincs mese, hogy nyerni kell. Ezen alapul az egész. Tehát emeli annak a kisfocnak is a bekövetkezési valószínűségét az, hogy előtte volt a top csapatnak egy veresége. És ha megnézitek, hogy az Eindhoven konkrétan szeptember 19-én kapott ki utoljára a holland bajnokságban, mert ezek itt BL meccsek, meg bari meccsek, akkor láthatjátok, hogy igenis ez egy működő stratégia lehet, mert hogy kijöttek, utána le is hozták a meccset, zsinórba egyébként, nem csak otthon idegenben is. Itt a Feyenoordtól kaptak ki, szintén utána otthon játszottak a Zwolle ellen, lehozták a meccset. Tehát ez az alap norvég stratégia. Nézzük a fordítottját. Nézzünk egy időszakot, amikor tényleg sokat nyertek. Mondjuk ezt az időszakot. Azt mondjuk, hogy 4 meccset nyertek zsinórba, 1, 2, 3, 4. Itt volt a negyedik. Utána itt ez a buktatója, látjátok, itt 1-2-3 meccset is várni kellett, sőt 4-et, sőt 5-öt. Igen, tehát ez a negatív követés, hogyha tényleg ilyen szinti top csapatokat nézünk, ahol zsinórban nyernek akár 10-et is, akkor ne 4-et, tehát csak mondtam ezt a számot, hogy csak értsétek a lényeget. Tehát a ne 4 meccset nézünk, amikor nyer zsinórban, hanem jóval többet. Amikor már tényleg gyanúsan közeleg a vereség. Ez viszont nagyon képbe kell lenni, és nagyon figyelni a top csapatokat. Tehát mondjuk egy 6-8 után már azért érdemes oda nézni. De a stratégia így azt hiszem szerintem világos. Tehát akár az alap norvég stratégiát nézitek, akár amit kifordítottunk belőle, hogy veretjük a top csapatokat, mind a kettő jó lehet, de mondom úgy, hogy akár magas határon kezditek el csak követni, mert olyan értelemben, hogy ne akkor ne 4 győzelem után, hanem mondjuk 8 győzelem után, mert utána szinte biztos, hogy jön az a várt vereség, és jó otthon tudjátok elcsípni. Valamint ne emeljetek tételt, ha mégse jön.
hanem a következő meccsen megint fogadjatok ellenük, vagy rájuk, hogy az alapstratégiát követitek. Tehát ez lett volna a Nordi stratégia, ezt is megígértem az elején, be is mutattam nektek. Remélem segítettem, és remélem, hogy az overes tippet, amit kiválasztottam, ma szépen fognak jönni, hogy mondhatom úgy is, ma is szépen fognak jönni. Sok szerencsét, sok gólt, sziasztok, Laudrup voltam.